Nem csak a borok és a gasztronómia szerelmesei kapcsolódhattak ki a borfesztiválon, ugyanis országosan is ismert zenekarok érkeztek az elmúlt 4 napban a városba. A rendezvényen többek között a Kis Csillag, a Pál utcai fiúk, a Kelemen kabátban a Unique és a By Alexis színpadra lépett. A 12. Bor és Pálinka Fesztiválon számos népszerű hazai zenekar lépett színpadra és szórakoztatta a fesztiválra látogatókat. Pénteken a helyiek számára ismerős stratégia mellett például koncertezett az Ismerős Arcok és a Pál utcai fiúk is. Utóbbi banda 33 évvel ezelőtt indult útjára, melynek közönsége folyamatosan cserélődött. Olyan dalokat kéne csinálni, ami hosszú távon is működhetett, ami olyan szövegeket írna, ami 10 év múlva is megjelent valamit. És most kiderült, hogy nem 10 év, hanem mondom, 33 éves dalokat is fogunk játszani. És az, hogy ezek még mai napig meg tudnak szólalni, és szeretik őket az emberek, ez egy mindenképpen egy visszaigazolás. Az este folyamán nem csak saját zenekarában működött közre Leskovics Gábor, hanem Lovasi András alapította Kis Csillagban is. A közismert énekes saját dalszövegei sokszor a szubjektív benyomások után szólítja meg a közönséget. Az ember nagy általánosságban próbál beszélni, amit lát maga körül, és nincs rajta valamiféle szubjektív bélyeg, nincs rajta valamiféle átéltségnek a hitelessége, vagy valamiféle líraisága, akkor az így lóg a levegőbe. Az, hogyha valaki a színpadra egy személyes sorsot visz ki, akár a saját személyes sorsát, ott egy picit azt érzem, hogy nagyobb a tét, és ezt a tétet talán a közönség is jobban megérzi. A 4 napos fesztiválon az alternatív szerzeményeken túl természetesen több zenei vonulat is megjelent. Így képviseltette magát a jazz, a pop és a rock is.